Elérkezett a nagy nap, a szallagavató napja. Gondolom nagyon sokat készültek erre az eseményre az osztállyal. Mi előzte meg ezt a mai napot? Hát nagyon izgatottak voltak a gyerekek. Hagyományosan keringőznek, és akkor a ruhavásárlás, illetve a ruhakölcsönzés az nagy készülődéssel jár. Gyakorlatilag az elmúlt néhány hét az a szallagavató szervezéséről szólt. Nagy izgalommal várták már ezt a napot, ami most elérkezett. Ilyenkor mindenki átgondolja egy kicsit, hogy milyen volt az elmúlt időszak, mégiscsak egy 4 évtől búcsúznak. Milyen volt ez az együtt töltött idő? Hát most nagyon vegyes érzések vannak bennem, szomorú is vagyok, mert hogy nem sokára eljön a búcsúzás ideje, meg örülök is, mert hogy eljutottak idáig, és hogy azért keményen küzdöttek. És most már itt állnak tényleg a nagy megmérettetésnek a kapujában, az érettségi előtt. Most, hogyha már lemegy ez a nagy ünneplés, akkor utána már arra fognak készülni. Úgyhogy ez az időszak, a következő időszak már erről fog szólni. Milyen tanácsokat adna akkor a diákoknak az elkövetkezendőkre vonatkozóan? Hát meg is beszéltük, hogy ez a mai este, tehát még az övéké, de hétfőtől kezdve aztán teljes energiával fognak a tanulásra koncentrálni, hiszen mindenkinek ez nagyon fontos a továbbiak szempontjából, a továbbtanulás, vagy egyáltalán az életben való boldogulás szempontjából, úgyhogy most mindenképpen hétfőtől már a tanulásé lesz a főszerep, és akkor most még ez az este, amikor szórakozhatnak felhőtlenül. It is you I have loved.
jól sikerült mind a kettő tánc, habár az osztálytáncnál egy kicsit problémák merültek fel a zenénél, de alapjáraton jó az egész. Hát ma úgy készültem erre az egészre, hogy először elmentem ugye a fodrászhoz, levágták aljamat, minden, elkészülöttem, aztán jöttünk főpróba, ott is táncoltunk még, haverokkal beszélgettünk, és aztán most készülünk a mulatozásra. Mennyit gyakoroltatok, készültetek a táncra, mennyire volt nehéz vagy könnyű? Sokat gyakoroltunk, 3 hónap volt körülbelül a keringőre, amit gyakoroltunk. Alapjáraton nem volt annyira nehéz szerintem. Én tavaly is táncoltam, ugyanígy a szallagavaton, könnyű volt nekem már betanulni. Készültünk nagyon sokat, nagyon sok próba volt, főpróbák, iskolában is sokat próbáltunk. Röviden ennyi. Milyen táncba vettél részt, mit táncoltatok? Angol keringőt táncoltunk, meg egy közös tánc volt a Freddie Mercury-nek a zenére, a Don't Stop Me Now. Mennyire feküdt neked ez az angol keringő? Az angol keringő feküdt, mert tavaly is táncoltam, fel lettem kérve. Nagyon egyszerű szerintem. Hogyan fog telni az este további része? Mesélj erről egy kicsit, mit fogtok csinálni, mit csinálnak ilyenkor a szallagavatósok? Hát megvacsorázunk itt a családommal, aztán jön a bál, mulatunk, beszélgetünk, tombola sorsolás, és lassan vége is ugye az egésznek. Ilyenkor ugye az ember elgondolkodik azon az eltöltött időszakon, amit maga mögött hagy, milyen volt ez, milyen búcsúzkodni, hát lassan már ugye eljön annak az ideje, hogy végleg szétszélettek. Hát nagyon jó visszagondolni, mert jó éveket töltöttünk a Juhász Gyulában, enyhén megható, de hát ez a lényege az életnek, megyünk tovább. Majd őhoz jót és bajt, mit érve.
nagyon nehéz volt az elmúlt időszak. Rengeteg változáson mentünk keresztül, és én ezt szeretem is inkább egy kicsit elfelejteni, és csak a szépre emlékezni. És tényleg ilyenkor, amikor látjuk őket így felnőttként már, akkor megerősödik bennünk az, hogy nem volt hiába való ez a 3,5 vagy majd 4 év, mire végeznek, mert tényleg érett felnőttként látjuk itt őket. Így is készültek egyébként végig a szalagavatóra, tehát nagyon tudatosan, hetente többször próbálva. Igazából én annak örülnék, hogyha az érettségi vizsgára is ilyen lelkesen készülnének. Nagy volt az izgalom akkor, ami megelőzte ezt a mai estét? Igen, természetesen, ez mindig óriási izgalom. Én szoktam nekik mondani, hogy gyerekek, persze, hogy izgultok, de azért inkább az érettségire koncentráljunk. De ez még egyik osztályomnál se jött be igazán, de a végén remélem, hogy oda teszik magukat, és szép eredménnyel zárják ezt a 4 évet. Hogyan készültél erre a mai napra? A csajok azért ilyenkor emlenek fodrászos, sminkeshez, ruhát választottál már jóval előtte, gondolom. Hát igen, ez úgy történt, hogy hónapok előtt ugye kiválasztottuk a menyasszonyi ruhát.
a balagóruhát is, koktélruhát, aztán később nagyon sok táncpróba volt, de nagyon jó hangulat volt mindeközben. Nagyon jól éreztük magunkat. Reggel fodrász, azaz. És hogy érzed magad most? Hát remekül, hogy most már el fogok ugye ballagni, úgyhogy nagyon jó. Ez az érzés követ a csendben, ahogy fáj egy különös érzés. Ahova lépek, ott üres a táj, és üres a szívem. A letorod éden mennyit ér, hogy te voltál minden. Ha te mit újból itt lennél, szeretnék hinni benned, veledem, hogy más meggyógyít. A kétség el nem enged, kinek jó ez így. Benned így, az a fény mi ott van, minden jóban. Menjék így, a hangot hallom, minden szóban. Követem a nevedet, mint a szívem titkon. Égbe küldött keresem, majd oda az ember élete úgy áll össze, mint egy mozaik, a kis apró darabok helyére kerülhetnek, és azt kívántam mindenkinek, elsősorban a végzősöknek, hogy az életük minden darabkája kerüljön szép lassan a helyére. És úgy gondolom, hogy ez a helye annak, hogy megköszönjem az iskolánk minden munkatársának a munkáját, hogy a mai estének ez a darabkája is a helyére kerülhetett, hogy egy nagyon szép műsort kaptunk ajándékba tőlük. Ahhoz, hogy ezek a mozaik darabok meglegyenek, hozzájárul az a fajta erkölcsi nevelés is, amit magukkal visznek a diákok az iskolából. Mi ez a tartalom, mi ez a plusz, amit a Juhász Gyulában megszerezhetnek a diákok? Hát felhívtam arra a figyelmüket, hogy az életük képében, mint egy mozaik darab, legyen ott Jézus is, mint legfontosabb darab, és hogyha ő ott van, hogyha tudnak rá figyelni és tudják őt követni, akkor az életük valóban egy stabil egészé állhat. Hajjon én,
halljam én. Évben két nappali tagozatos osztályunk vallag, ez mindösszesen 54 tanulót jelent, az esti tagozaton pedig 10 fő kapott szalagot. Valamennyi középiskolás életében a szalagavató bál egy nagyon különleges alkalom. Az előkészületek már szeptemberben elkészülnek, és amint látható volt, a 12. évfolyam tanulói a hagyományos báli táncokkal, angol keringővel készültek erre az ünnepi alkalomra, és az est fénypontja volt, úgy gondolom, a 12. évfolyamoknak a közös produkciója. Nagyon büszke vagyok az estis osztályomra, nem sokan vannak, de mégis az, hogy eljutottak idáig, szerintem nagyon fontos nekik, és nagyon sok mindent jelent ez nekik, munka, gyerek mellett, család mellett. Örülök neki, és büszke vagyok rájuk.
Igen, ugye nekik talán nehezebb, mint azoknak, akiknek csak a tanulásra kell koncentrálni, hiszen nagyon sok minden ott van még az életükben, rengeteg kitartás kell ehhez, gondolom. Milyen emlékek vannak azért ebből az elmúlt időszakból? Nagyon aranyos kis összetartó osztály volt, 2 évig tanultak nálunk, és nagyon jó kis közös programok voltak. Nem azt mondom, hogy sokat tanultak, de nagyon szerették az iskolát, én úgy gondolom. Milyen tanácsokat adna nekik a következőkben? Ugye, hát gondolom sokaknak már azért megvan a maga kis munkája, vagy az élete, de hát mégiscsak azért egy érettséggel most már a kézbe könnyebb lehet. Használják okosan az érettségét. Ezt szeretném. Nagyon keményen készültünk a mai estére, tudni illik, 3 fellépésünk is volt, valahol meg kis korábban csak 1 fellépés, vagy nekünk 3 jutott, 1 angolkeringő, 1 közös tánc, ami a 2 osztálya együtt, illetve mi saját osztályunk egy közös táncot alakítottunk. Valahogy mindig van főszerepet, nem tudom miért, az egyéniségem kiindulva. Volt benne nehézség, hogy a főszerepet vállalni, hogy az nagy felelősség. De én mindig a felelősség elé állok és megbirkózok velük. Mint most láthatok, 3-szor ment vége a zene, és majd mindig megoldottuk, mert ezt közösen oldottuk meg, és megoldottuk, és hát örültek, hogy így sikerült. Akkor te vagy a hangadó, gondolom, az osztályban. Mit fogtok csinálni ma este, hova mentek, mit csináltok, hova irányítod a többieket? Hát ma este volt szerencsém leszervezni egy partit a matrózba. Én lépek föl, én zenélek, és az egész osztály minden ott lesz. Mindenhol partit csapunk. Volt már kocicásunk is, a szalagolatot megelőzően. Nagyon jó a hangulat.